A hírement Dunakömlőt határán is jóval messzebbre, a helyi Borbarát klub által öt éve kezdeményezett úgynevezett nyári fröccsturának, amely jóval több annál, mint amit a neve sejtett. Fölfedezték és összekapcsolták az említett civilek Paks és Dunakömlőt közötti erdős bozótos 5 kilométeres szakasz nem hétköznapi szépségeit, a benne rejlő növényzeti domborzati sokszínűséget. Például a panorámának is nevezhető kilátásokat a Dunára, és mindezt közös nevezőre hozták a turisztikával és a gasztronómiával. Tehették, mert valóban összefogtak az ezen a tájon hangulatos kis tanyákkal bíró tulajdonosok, akik a Fröcstúra nyolc különböző állomását alkotják, és a tengerszint felett száz méter magasságban is olykor bóklászó, egy-egy szakasz megtétele után fáradó turistát a legkiválóbb környékbeli borokkal és hozzá tájjellegű ételekkel kínálják. Öt év elteltével már nem csupán helyiekből, illetve paksi lakosokból áll egy-egy népesebb csoport. Most már hála Isten olyan híre van a túrának, hogy érkeznek hozzánk Tatabányáról, érkeznek hozzánk Budapestről, Kistarcsáról, Kecskemétről, sőt Oroszországból, illetve Finnországból is jönnek most már résztvevők. A túrán résztvevő finn férfi már régebb óta budapesti vállalkozást működtet a vendéglátásban, pozitív tapasztalatai alapján nem kevesebbet állított, hogy csakis az ilyen programok széleskörű kínálásával lehetne még több külföldi turistát Magyarországra csábítani. Amire elmondása szerint a finnek már most is nagyon megnyerhetőek. Hozzátette, hangulatában, komplexitásában ilyen programok nincsenek a nagyvilágban. De. tök oh. Igen, ez finom kajá, ez biztos lehet niin. A, a, a túra 10 kilométeres távjának megtétele gyalogosan egy átlag ember számára komoly fizikai erőpróba is. Amíg a kiinduló ponttól, a Dunakömlődi faluháztól, a következő állomás a Luszónium, majd a Dunához egyre közelebb kerülő panorámás tájak, szép erdős és legelős, alpesi hangulatot árasztó területek, majd a sípája érintésével, eljut a turista az utolsó fröccspontig, ami nem lehet más, mint a kömlődi borbarátok kedvenc helye, a kömlődi pincesor, mint a túra utolsó állomása.